Az ötödik napirendi pontunk következik, a Köván Nonprofit ZRT csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos tájékoztatója. Tisztelt Önkormányzatok, képviselő testületünk a 2018 áprilisi rendes testületi ülésén tárgyalta a Monori csapadékvíz elvezetés az aktuális kérdéseit. És ott ugye egy munkacsoport segítségével, amit a képviselő testület alakított meg, ugye város szerte próbáltuk fölmérni azokat a kritikus helyeket, ahol a legnagyobb a probléma a felszíni csapadékvizek elvezetésében. Ugye meglehetősen sok, tehát több tíz ilyen helyszín beazonosításra került. A munkacsoport javaslatára az önkormányzat egy preferencia sorrendet határozott meg, tehát megjelölte azokat a helyszíneket, ahol elsősorban is mindenképpen meg kellene oldani, vagy javítani kellene a felszíni csapadékvíz elvezetés helyzetén. Ugye ezeket a helyszíneket, ezeket a pontokat, egészen pontosan 8 darab ilyen volt, ugye átadtuk a Köválnak azzal, hogy tegyen javaslatot rá, hogy hogyan lehetne itt a csapadékvíz elvezetés helyzetén vagy állapotán javítani. Ja, abban bíztunk, hogy minél több olyan helyszín lesz, amit a Kövál saját hatáskörben, saját gépekkel, berendezésekkel és hát saját élő munkával meg fog tudni oldani. De ez ugye részben visszaigazolódott. Ugye a Kövál vezetésétől ugye kaptunk egy válaszlevelet, ahol ugye tételesen végigvették, számba vették azokat a helyszíneket, amit az önkormányzat kijelölt, mint mindenképpen javításra szoruló hát rendszerelemeket. A jelen lévő vezérigazgató úrtól, illetve Vadas Judit ágazat vezető asszonytól kérdezem, hogy kívánják ezt szóban kiegészíteni azt a választ, amit az önkormányzat felkérésére küldtek. Köszönöm. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy van-e kérdés észrevétel a témához, a Köván Nonprofit ZRT válaszához. Barna Attila képviselő úré a szó. Köszönöm a szót. Hát most látom ezt az írományt, mert ezt helyben lett kiosztva, és gyorsan beleolvastam, és azt látom itt a felsorolásban, hogy például szó volt itt a városszerte egy általános vomázásról, meg ahol így el vannak tömbödve azok a például az árok, az árkokról, ahol csatlakoznak itt a zárt csatornarendszerbe, és például többször felszólaltam itt a például a Bocskai utca, vagy akár a Balcsi-Zsinszk utca, még az elődön is ezekről így beszélt. Csak erre szeretném felhívni figyelmet, ezt nem találtam meg, de gondolom ez egy általános jellegű, hogy itt most nem csak konkrétan, amiket ki vannak ragadva, ezek lesznek, hogyha találnak ilyen hibás szakaszokat, vagy ilyen helyeket, akkor ezeket is azért meg fogják vizsgálni, és ezt ki fogják javítani. Köszönöm szépen, csak ennyit egy hirtelen. Köszönöm. Jó. Tehát ugye a Köválnak a válaszát ugye úgy tudnánk összefoglalni, hogy ugye vannak olyan, szerencsére vannak olyan helyszínek, amelyeket a Kövál teljes egészében bevállal, tehát saját költségén a önkormányzattal kötött szerződésének a terhére, de külön költségigény nélkül maga végez el saját emberrel, illetve saját eszközökkel. Vannak olyan helyszínek, ahol amelyet csak ütemezetten fog tudni, tehát ahol ugye a szükséges vagy tervezett munkákat csak ütemezetten fogja tudni elvégezni, illetve vannak olyan helyszínek, ahol jelezte a Kövál vezetése, hogy hát vagy szakemberrel, emberrel, vagy megfelelő eszközzel, géppel nem rendelkezik a feladatnak a végrehajtásához. Ugye ott mindenképpen, ha az önkormányzat ragaszkodik hozzá, hogy elvégezteti ezeket a munkákat, akkor ott a Kövál is csak egy külső vállalkozót, alvállalkozót fog tudni bevonni ebbe a feladatba. Úgyhogy így állapította meg végül is a Városfejlesztési Bizottság azt, hogy ugye milyen módon bízzuk meg a Kövál ZRT-t a felszíni csapadékvíz elvezetési feladatokkal, és akkor ismertetném a határozatot ahhoz, hogy a képviselőtestület ebben dönteni tudjon. Előterjesztésben szereplő csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos feladatok közül az 1-es, 3-as, 4-es, 6-os és 8-as pontban leírtak esetében a Kövál Nonprofit ZRT-től
rendeli meg az önkormányzata a munkákat. A négyes pontban szereplő 80 ezer forint összegű költségét kérjük, hogy a Köván Nonprofit ZRT, vagy költséget kérjük, hogy a Köván Nonprofit ZRT vállalja magára. A hatos pontban leírt munkákból pedig ugye a Kövál tájékoztatásának megfelelően ugye az idejében egyelőre 100 folyóméter készüljön el. Viszont ugye itt is igényt tartanánk arra természetesen, hogy ezt a további években ugye folyamatosan beütemezi majd a Kövál. A valamennyi felmaradó munkára pedig azt kérjük a Köváltól, hogy maga kérjen be árajánlatokat, tehát ezen munkáknak az elvégzésére. És akkor ne csak számmal azonosítsuk be ezeket a helyszíneket, tehát a Kapisztrán, Dugonics és Mikszát utcák árkainak medence rendezése a Kövál kivitelezésében fog elkészülni. A vasút melletti árok Móricz Zsigmond és Pósa Lajos utca felüli szakaszán a takarítás és a medelrendezés ugyancsak a Kövál fogja elvégezni, itt ugye külön többletköltség nélkül. A Kistéói út és a Völgy utca kereszteződésének közelében a lefedett árok 20-25 méteres szakaszon való takarítását, tisztítását ugyancsak és az ároknak a helyreállítását ugyancsak a Kövál fogja elvégezni. Itt a 80 ezer forintos többletköltséget a ZRT magára vállalja. A 241-es és 244-es csatornák takarítását szintén a Kövál Nonprofit ZRT vállalja be, azzal, hogy itt most év végéig, illetve október végéig ebből ugye 100 folyóméternek a takarítását vállalták magukra, és akkor végül, nem utolsó sorban, a Rákóczi utca, Ipar utcai felüli végén az áteres tisztítását mindegy 25 folyóméter szakaszban ugyancsak a Kövál Nonprofit ZRT fogja elvégezni, és ehhez sem igényel külön többlet költséget. A többi helyszínen, így a Kisfaludi utca keleti szakaszán lévő ároknak a mederrendezését, az övárkok takarítását és helyenkénti mederrendezését a fakivágásokkal, illetve a Fiumei utcával párhuzamos főelvezető árok nyomvonal áthelyezését, tehát ezekre a feladatokra a Kövál árajánlatot fog külső vállalkozóktól kérni. Aki a határozattal egyetért, azt kérem az igen gomba jelezze. A képviselőtestület egyhangulat fogadta el a határozatot. Az önkormányzatunk ezt megelőző rendes testületi ülésen mondta ki először, hogy foglalkozik egy új bölcsöde megépítésének a gondolatával. Egészen pontosan ugye két testületüléssel ezelőtt mondta ki először a testület határozatban, hogy célja, szándéka az, hogy egy új bölcsödét létesítsen Monoron. Itt nem szeretnék visszautalni az előzményekre, ugye arra, hogy milyen zsúfolt a bölcsöde, illetve hogy mekkora a túljelentkezés a bölcsödei férőhelyekre. De alapvetően ugye ez volt a döntésnek az alapja. Ugye időközben megjelent az a pályázat, amelyre önkormányzatok pályázhatnak meglévő bölcsöde bővítésére, korszerűsítésére, illetve új bölcsöde létesítésére. Az önkormányzatunk ugye az előző testületi ülésen hozta meg azt a határozatot, amiben ugye kimondta, hogy pályázni kíván, el kíván indulni ezen a pályázaton. A megpályázható maximális összeggel kívánja a pályázatot benyújtani, ez egyébként 400 millió forint. És hát előzetesen még konkrét vagy kifejezett kötelezettséget nem vállaltunk rá, de azt valószínűsítettük, hogy ezen 400 millió forinton felül várhatóan egy jelentős önrésszel kell ezt a projektet megtámogatni, magyarán az önkormányzatnak saját erővel is be kell saját forrásokkal szállni az új bölcsödének a megépítésébe. Ugye, mivel a pályázat ugye rövid határidőket ad, ezért
el kellett indítanunk, de ezt is ugye a testületi felhatalmazást előzte meg a Városfejlesztő Kft-vel a tervezőnek a kiválasztását. A előterjesztésnek az egyik része, tehát a tervező kiválasztásával kapcsolatos határozati javaslat. Először kérem, hogy ugye ezt tárgyalja meg a képviselő testület Rajki László úrnak, adom meg a szót. Tisztelt képviselőtestület, ahogy az előző rendkívüli testületülésen a testület megtárgyalta, ugye elindítottuk a tervezői kiválasztással kapcsolatos eljárást, abban ugye elmondtuk, leírtuk, hogy többféle szempontot javaslunk figyelembe venni, nem csak az árat, ez így is történt, ennek megfelelően kiküldtük a felhívást, ajánlati felhívást, és annak birtokában adták be a tervezők az ajánlataikat. Eredetileg ugye 5 tervezőt neveztünk meg, és küldtünk neki felhívást, ebből 2 nem adott be ajánlatot, egy kifejezetten jelezte is, és végül is 3 pályázó érkezett be, mind a 3 pályázó érvényes ajánlatot nyújtott be, és az egyes részelemeknek a pontozása révén alakult ki a sorrend. Az látható, hogy viszonylag azért közel voltak egymáshoz, mind a pontszámokban, mind akár árban is, és összességében a legkedvezőbb ajánlattevőt javasoljuk, ugye, hogy bízza meg az önkormányzat. Ezen kívül nyilván, mivel most már megjelent a pályázati felhívás, tehát most már jó eséllyel tudunk arról beszélni, hogy elindulunk rajta, remélhetőleg nyerünk is, azt gondolom, hogy nagyon könnyű lesz nekünk alátámasztani azt az igényt, hogy nekünk szükségünk van, tehát itt a férőhiány viszonylag könnyen és egyszerűen kimutatható lesz a mi esetünkben, tehát nagy valószínűséggel jó markas pontszámot fogunk kapni, tehát remélhetőleg meg is valósul, így aztán összességében komplexen lehet értékelni ebből a szempontból is a tervező kiválasztásával kapcsolatos dolgot. Illetve a bizottság ugye tárgyalta szintén, még az eredmény tudata nélkül, viszont a forrásra fedezetre tett javaslatot, hogy pályázati önrészkeret, illetve működési céltartalék tekintettel arra, hogy itt jelentősebb kiegészítés kell, mint ahogy a polgármester úr ezt említette, és ugye ez mindenféleképpen a ingatlan, eladott ingatlan keret, vagy ingatlanból befolyó összeg keret terhére lehet majd ezt a plusz összeget biztosítani. Ezért javaslom azt, hogy mind a leírtakkal, mind a bizottságival ellentétben, vagy ha helyett, inkább azt mondom, hogy ezt az ingatlan bevétel legyen megjelölve, tekintetel úgyis az lesz a forrás, és a elszámolásnál, ha nyerünk, a 400 milliót viszonylag könnyen le tudjuk fedni, majdnem azt mondom, hogy egyféle típusú, akár csak a kivitelezési számlákkal, és ez elegen, tehát ezáltal az önerőből tudjuk ezt is, illetve a többi olyan tevékenységet, ami majd szükséges, akár visszakellenőrzés, stb. Biztosítani. Tehát a tervezéssel kapcsolatosan ez a javaslatom. Köszönöm szépen. Akkor ezt húzzuk ki. Jó. Köszönöm a kiegészítést. Kérdezem, hogy van-e kérdés, észrevétel. Most az első határozati javaslathoz, ahol ugye a tervezőnek a kiválasztásáról dönt a képviselőtestület. Ha nincsen, akkor ismertetném akkor a módosított határozati javaslat tervezetet. Ugye önkormányzat képviselő testület ez alapján úgy dönt, hogy új 6 csoportos, 80 férőhelyes bölcsöde tervezésével az összességében legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Nána Építés Stúdió BT-t bízza meg a határozati javaslatban szereplő ütemezés szerint. Egyúttal kérem, hogy a képviselő testület hatalmazza fel a polgármestert, a jegyzőt és a gazdasági vezetőt a tervezési szerződés megkötésére azzal, hogy jelenleg csak a munkaközi építészeti műszaki dokumentáció és az engedélyes építészi műszaki dokumentáció elkészítését rendeljük meg. A fedezetet viszont Monorváros önkormányzatának nem a 2018. évi költségvetési pályázati önrész keretében, illetve működési céltartalékában javaslom meghatározni, hanem a CEVA Filaxia ZRT-től beérkezett vételárnak a terhére javaslom elszámolni. Ugye ennek többek között az is az oka, hogy ahogy utaltam rá, hogy ez egy jelentősebb önkormányzati önrészt igényel maga az egész projekt. Előzetes számításuk szerint legalább 200 millió forintot az önkormányzatnak hozzá kell tenni
a potenciálisan elnyerhető 400 millióhoz ahhoz, hogy ezt az intézményt, ezt az épületet be tudja fejezni és meg tudja építeni. Így azt gondolom, hogy célszerű és logikus, hogyha a tervezési költségeket is ebből a bevételből, vagy ebből a forrásból biztosítja az önkormányzatunk. Aki egyetért vele, kérem az igen gombbal jelezze. Testület egyhangulag fogadta el a határozatot. Most következik a napirendi ponthoz kapcsolódó kettes számú határozati javaslat. Az önkormányzat képviselő testülete az új hadcsoportos 80 férőhelyes bölcsőde tervezéséhez az alábbiakat rögzíti, melyeket a tervezőnek figyelembe kell vennie. Az új bölcsőde a jelenlegi bölcsőde tagintézményeként fog működni. Az új bölcsődében főzőkonyha kerül kialakításra, ahol mind a két intézményre főznek, azaz a konyha kapacitását a két intézmény létszámának megfelelően kell kialakítani. Kérem, hogy akkor erről döntsön a képviselőtestület. A testület egyhangulag fogadta el a határozatot. Ugye ennek a hátteréről ugye annyit érdemes tudni, hogy ugye nem látjuk okát, vagy indokát, értelmét annak, hogy egy jogilag is teljesen önálló intézmény jöjjön létre. Igazából semmi nem szól mellette, tehát a már működő Virág utcai bölcsődének a tagintézményeként javasoljuk ezt az új bölcsődét megvalósítani. Már természetesen akkor az önkormányzat nyer a pályázaton. Értelemszerűen ezt a bölcsődének a vezetőjével, vezetésével is leegyeztettük, és ugye ők is ezt tartanák szerencsésnek. A főzőkonyhát pedig ugye azért ott javasoljuk kialakítani, mert egy új épületben egy új főzőkonyhát lehetne így megépíteni. A mostani főzőkonyhának a kapacitása az nagy valószínűséggel nem lenne elég a két intézmény, a két telephely, tehát a Virág utcai épület, illetve a vásártéren megépítendő tagintézménynek az ellátására.